Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, az Ajka TV híradóját látják április 11-én, szerdán. Nézzük a legérdekesebb híreinket röviden. Külföldi diákok a devecseri savanyítóban. A három szegény Szabó Legény a Szabad Ötletek Színháza előadásában. Költészet napja a Hásfa Együttessel. Közel 100 egyetemi hallgató és tanáraik voltak a közelmúltban a Noszlopi Lukulusz fogadóban és a devecseri savanyítóban. A vendégek tanulmányi kirándulás keretében tettek látogatást az Óbudai Egyetem nemzetközi karáról, a noszlopi finomságok, valamint Noszlop és környéke tájgasztronómiája és a fogadó megismerése céljából. Szabó Péter vállalkozó nem először fogadott érdeklődőket, igaz, nem ekkora létszámmal. A program Devecserben rövid helytörténettel, az iszap katasztrófa helyszínének megtekintésével és városnézéssel kezdődött, majd a noszlopi finomságok tartósító manufaktúrát ismerhették meg a hallgatók. Noszlopra menet a Somlóhegy, valamint a község bemutatása után étkezés, termékkóstolás következett, majd Szabó Péter táj gasztronómiáról, a Lukulusz fogadó mindennapjairól és a noszlopi finomságokról, valamint a két vállalkozás családi hátteréről, vezetéséről és összehangolásáról tartott vetített képes előadást. A fogadós már 10 évvel ezelőtt kapcsolatba került a különböző felsőoktatási intézményekkel. Hétköznapi tettei és a készítményei révén a devecseri savanyító egyetemi tananyaga, valamint gyakorlati képzőhelye lett bizonyos intézményeknek, és számos szakdolgozat diplomamunka elkészítésében is segítkezett már a fogadós és csapata. A mostani látogatás is egy ilyen kapcsolatra vezethető vissza. Én körülbelül 10 évvel ezelőtt végeztem egy kutatást, innovatív vállalkozásokat kerestünk, és akkor találtam meg Szabó Péter urat, és készítettem interjút az ő termékeikről, működésükről, üzleti modelljükről, és egyáltalán milyen értékeket vallanak maguknak. És innen a régi kapcsolat, azóta is számos interjút sikerült folytatnom, és nagy megtiszteltetés, hogy a vállalkozó úr fogadott bennünket. Noszlopra ma körülbelül 66 diák érkezett, a többségük a magyar állam által felajánlott ösztöndíj keretében folytatja, vagy alapszakon, vagy mesterszakon, vagy pedig doktori szinten a tanulmányait. Bizonyára voltak itt a kíváncsiság hajtott, és nem volt kötelezően előírva a program. Tehát mi meghirdettük, hogy van egy savanyúságüzem, és utána az étterem, és láthatunk vidéket is, hiszen ezek a gyerekek Budapesten tanulnak, nagyon szerény ösztöndíjat kapnak a tanulmányaikért, tehát egyfajta lehetőségük is volt kimozdulni, de a többségük mérnök hallgató, tehát érdekli őket a termelés folyamata, a technológia szintén, és van néhány közöttük, aki közgazdász hallgató, őket pedig a gazdász oldalról érdekli mindaz a megtudható dolog, amit itt ma kaptak. Az egyetemen kvázi egy desztillált környezetben vannak, tehát az élmény a mindennapi kézzel fogható, ha ők még nem dolgoztak, különösen alapszakosok tekintetében nincsenek még munkatapasztalataik és munkaismereteik, és ők különösen esetenként nehéz helyzetben vannak, amiatt, mert hogy külföldiek angolul beszélnek, és nem túl sok magyarországi vállalkozás áll készen arra, hogy fogadja őket szakmai gyakorlatra. Ezért aztán különösen hasznosnak minősült, azt gondolom. A vendéglátó úgy nyilatkozott, nem volt egyszerű feladat a rekord létszámú látogató koordinálása, főleg, hogy senkinek sem az angol volt az anyanyelve. A nyelvi nehézségeket azonban sikerült áthidalni. A hallgatók nagyon érdeklődőek és nyitottak voltak a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban. Itt mindenféle szakma képviseltetve van, csak éppen zöldséges, nem? De nem is ez a lényeg, azt hiszem. Maga egy vállalkozás miensége, hogy van összerakva. És akkor utána biztos, hogy azt gondolom, kaptak annyi olyan információt, amit ha éppen bankár lesz, vagy bármi, vagy informatikus, de ha lesz cége, akkor biztos, hogy elő tud venni egy-két dolgot.
Harmad magával bandukol Selyem Péter valódi nevén Selyem Katalin Posztó Barnabás álnok szabómester házához Kassa városába, hogy leleplezze annak mesterkedéseit, és megakadályozza a kisebbik fiú kisemmizését az apai jusból. Izgalmas fordulatok után győz az igazság, és Katalin rátalál az igaz szerelemre is. Röviden ez volt a története annak a gyermekszínházi előadásnak, amelyet a Szabad Ötletek Színháza mutatott be tegnap, és ma városunk fiatal közönségének. Három szegény Szabó legény című előadás, Babai József verses zenés játéka. Egy órában azt gondolom elég tanulságos és komoly üzenete van arról, hogy mi a szeretet, mi a becsület, hogy nem szabad hazudni, hogy ki kell állni az érdekeinkért, és ki kell állni amellett, amit képviselünk. Azt hiszem, ezek a fő értékek, amik alapján vagy mentén megpróbáltuk ezt az előadást felrakni a színpadra. A Szabad Ötletek Színháza főleg fiatalokból álló társulat. A Három szegény Szabó legény című előadásra a nagycsoportos óvodásokat és az alsó tagozatos diákokat várták, de a többi előadásukkal is elsősorban a gyerekeket kívánják megszólítani. Ez egy alkalmi társulat, és főleg ifjúsági és gyermekelőadásokat csinálunk szerte az országban. Bor Viktor a mi vezetőnk, ő a társulatnak a vezetője. Nagyon sok helyen játszunk. Vannak külön irodalmi műsoraink is, ez főleg már a középiskolás korosztályt érinti. Petőfi, Arany, Radnóti, Karinti. Hogy mondjam, próbálunk egyébként a kulturális vonalon harcolni, és hát ha szabad ebben a szóval élni, tália papjaként megtartani ezt a védőbástyát, mutatni a gyerekeknek valami olyat, ami miatt szeretni fogják később is a színházat. Úgyhogy ez a cél. Általában verses előadásokat csinálunk, zenéseket, tehát hogy mindenképp azok a hatások és eszközök érjék őket, mind a zene, mind a ritmus, mind a mondani való, és ezekből állnak össze ezek az előadások. Jövőre például készülünk egy egészen rendhagyóval, ez a görög mitológiából Herkules történetét próbáljuk majd feldolgozni. Ugye itt Walt Disney kapcsán nagyon sokan ismerik ezt a történetet. Ez is egy zenés előadás lesz. Szóval minden évben van valami, amivel frissülünk és újítunk. Rejtelmek címmel rendezett ünnepi műsor tegnap a Hásfa Trió Ajkán a Városi Múzeumban. 14 megzenésített költeményt adtak elő, amelyeket a legnépszerűbb magyar költők legszebb verseiből válogattak a költészet napja alkalmából. A műsorban rövid felvezetések után József Attila, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Arany János, Vörös Sándor, Ady Endre, Devecseri Gábor, Petőfi Sándor, Tamkós Irató Károly és Gárdonyi Géza költemények csendültek fel változatos hangszerelésben. Mai műsorra hoztunk akusztikus gitárt, klasszikus gitárt, hoztunk egy-két népi hangszert, a mandolinon kívül lesz egy kis kereplő, egy kis fúvósok, furiák, a Petőfi Sándor dalaiba, Pató Pál úrba például, úgyhogy nagyon sok hangszerrel érkeztünk, és igyekszünk minden dalba egy picit betenni magunkat. Az Ajkai Együttes Hásfa dalkör néven alakult 2,5 évvel ezelőtt. A dalkör tagja közül ez a trió, azaz Györgyné Kollár Gabriella, György Zoltán és Papp Ferenc szerepel rendszeresen. Hetente egyszer találkoznak Ajka rendeken. Zenei anyagukat mindig az aktuális események tükrében állítják össze. Most költészet napja, volt a Magyar Kultúra napja, ott Ajka rendeken léptünk fel, lesz majd augusztus 20-án egy szép István királyról egy gyönyörű előadásunk, és mindig aktuálisan, tehát mindig a szép nemzeti hagyományokhoz, jeles napokhoz illő verseket dolgozunk fel, és ezt szeretnénk tolmácsolni a gyerekeinknek, a felnőtteknek, időseknek, és mindenki, aki szereti ezt a zenét. Főleg ismert zenekarok dalait dolgozzák fel, de a versek saját maguk általi megzenésítése sem áll távol tőlük. Vannak saját dalaink is, de mostanában a Kaláka, Szélkiáltó, Sebő Ferenc megzenésített verseit adjuk elő, az ő hozzájárulásukkal, tehát én kértem a Grillus Dánieltől engedélyt, hogy az ő dalaikat tolmácsolhassuk, és meg is kaptuk rá. A célunk, amit én kitűztem magam elé, hogy megszerettessük az ajkaiakkal főleg, de
idősekkel, felnőttekkel, diákokkal a gyönyörű szép magyar zenét. Magyar zene alatt értem magyar költők verseit, népdalokat, megzenésített verseket, Balassitól, Tinóditól elkezdve egész a mai magyar költőkig, Vörös Sándorig. 32 éves vettem én, meglepetés egy költemény. Csercse, ajándék fejjel meglepen, e kávé házi szegleten, magam, 32 évem elszeret, s még ha mi 200, sose tel, hazám. A Tovafutók Sportegyesület negyedik alkalommal rendezte meg az ajkai duatlont április 8-án. A rendezvény felnőtt és utánpótlás ranglista verseny is volt. A szervezők elmondták, hogy az ilyen nagyszabású versenyekkel járó útlezárások kellemetlenséget jelenthetnek a lakosok számára, ám a résztvevők messzire viszik a város jó hírét. Negyedik alkalommal rendezték meg városunkban az Ajka Duatlont. A megmérettetésre minden eddiginél több, 390 fő nevezett szerte az országból. A nagy érdeklődés annak is köszönhető, hogy az eseményt felnőtt és utánpótlás korosztályban egyaránt országos ranglista versennyé nyilvánította a Magyar Triatlon Szövetség, vagyis a profi sportolók fontos pontokat szerezhettek az Ajka Duatlonon. A mezőnyben ennek megfelelően nagy nevű indulókkal is találkozhattak a kilátogatók, akiket kellemesen napos idő fogadott, a résztvevőknek is talán csak a néha kissé megerősödő szél jelenthetett némi kellemetlenséget. Dr. Péntek Zoltán, a rendező Tovafutók ESE elnöke elmondta, a lebonyolítás minden korábbinál nagyobb pontosságot követelt meg a szervezőktől, hiszen a ranglista versenyekre szigorú szabályok vonatkoznak. A közreműködő bírák azonban mindent rendben találtak, az alaposságra jellemző, hogy az esemény legnagyobb hibája az utolsó eredményhirdetés 5 perces csúszása volt. Az elnök kiemelte Móricz Vilmos és Majer Tamás munkáját, akik az útvonalak megtervezésében, azok biztosításában és az engedélyeztetésben pótolhatatlan segítséget jelentettek. Dr. Péntek Zoltán úgy vélte, hogy ez az esemény, amely már a profi sport irányába mutat, teljesen más érzelmeket vált ki a nézőkből és a szervezőkből, mint azok a versenyek, amelyek a Tovafutók első éveit jellemezték. Ott sokszor az első kilométereiket futó vagy tekerő amatőröknek tapsolhattak gyakran a meghatottságtól könnyes szemmel. Az Ajka Duatlon érzelmi értékét ugyanakkor növelte a legidősebb profi indulók példaértékű hozzáállása és alázata a sport iránt, valamint a legkisebbek hihetetlen lelkesedése, nem is beszélve a pálya mellett váltáskával és fél literes üdítővel rohanó, gyermekeiket biztató anyukákról. A szervezők természetesen hűek maradtak önmagukhoz, és a versenyengedéllyel nem rendelkezők számára is lehetőséget biztosítottak, hogy kipróbálják magukat a megadott távokon, ők a nyílt kategóriában nevezhettek. Dr. Péntek Zoltán hangsúlyozta, tisztában vannak vele, hogy az ilyen nagyszabású versenyekkel járó útlezárások kellemetlenséget jelenthetnek a lakosok számára, ám abban bízik, hogy az ajkaiak is megértik, hogy az innen hazautazó versenyzők olyan jó hírt visznek magukkal városunkról, amiért érdemes türelmesnek lenni, vagy egy kicsit kerülni. 2012 óta április 12-e a Felvidékről kitelepítettek emléknapja. Azért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről való kitelepítése. Az Ajkai Tükör című műsorunkban ma mi is rájuk emlékezünk. Híradónk után megismételjük azt a közelmúltban készített kisfilmünket, amelyhez egy Kislődön megrendezett találkozó szolgált alapul. Most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket. Április 13-áig munkanapokon 9-től 16 óra 30-ig, szombaton 9-től 15 óráig látogatható a Krajcsi Tiborné ex libriseiből nyílt válogatott kiállítás a Szabadidőközpont kiállító termében. Április 14-én szombaton 10 órai kezdettel rendezi meg az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány a Himnusz minden időben Nagy László vers és prózamondó találkozót. A rendezvény díszvendége Szentmártoni János költő lesz. A verseny döntője április 15-én vasárnap 9 órakor kezdődik.
Április 20-án, pénteken 18 órakor századunk egyik legnagyobb tudományos felfedezéséről, a gravitációs hullámokról tart fiatalkorúak számára is érthető előadást dr. Szabó Róbert, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos igazgatóhelyettese a Babucsa Civil Házban, a Bakonyi Csillagászati Egyesület szervezésében. A belépés díjtalan. Április 21-én szombaton 20 órától csillagászati napi távcsöves bemutatót tart Ajkán az Agora téren a Bakonyi Csillagászati Egyesület. Érdemes lesz velük tartani, ugyanis most mutatkozik be az Egyesület új, legnagyobb csillagászati műszere, amelynek teljesítménye megegyezik a Pannon Csillagda főműszerével. Nem kell Bakonybélig utazni, hogy belenézhessünk egy igazán nagy távcsőbe, elég lesz Ajka szívébe ellátogatni csupán. Az éjszaka folyamán megtekinthető lesz a Hold csodálatosan részletes krátervilága és a legközelebbi bolygó, a Vénusz sejtelmes korongja, a Tejútrendszer néhány kettős csillaga és távoli galaxisok is. Kedves nézőink, kérem tekintsék meg időjárás jelentésünket. Csütörtökön a napsütés mellett gomoly felhők jelennek meg, késő délutántól zápor, zivatar is kialakulhat, megerősödik a délkeleti szél, 20-25 fokra melegszik a levegő. Pénteken eleinte sok lesz a felhő és többfelé várható zápor, zivatar, majd délnyugat felől csökken a felhőzet és kisüt a nap, a délnyugati szél élénk lesz, 17-23 fokra számíthatunk. Mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorainkat honlapunkon is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik, Facebook oldalunkon pedig üzenhetnek is szerkesztőségünknek. Legközelebb friss hírekkel pénteken este 7 órakor jelentkezünk. Mai adásunk ismétlését ma éjjel 11 órakor, valamint csütörtökön 9, 15, 19, 23 órakor, pénteken 9 és 15 órától láthatják ugyanezen a csatornán. Folytatjuk az Ajkai Tükör műsorát, kérem maradjanak velünk!